ültünk össze válságtanácskozni. Erre mit látok, amikor hazaértem? Varga Judit ex-férje másfél órán át a partizánban ül és belső szarságokat tereget. Tónikám, szeretnél valamit megosztani az osztályjal? Apropó, csak megjegyezném, ha nehogy Isten kikerülne erről az ülésről is egy hangfelvétel, hogy ez a párbeszéd mesterséges intelligencia, azaz AI, AI által készült. Csak mert mindig vannak egybites szavazóink, akik Novák Katihoz hasonlóan nem olvassák el, ami a szemük előtt van. Na, hol tartottam? Ja igen, na, Tóni. Fogalmam sincs, mit kéne mondjak, miniszterelnök úr. Azt látom, Tónikám, mindenki lapul, mint szaradaszban. Napi szinten derül ki valami, átok meg. Csináljátok már valamit. Nekem lenne pár ötletem, Viktor. Na, halljuk, Pintés anya. Megfigyeljük, merre jár, és ha amikor a harmadikon vagy a teraszon van... Nem esett ki az ablakon, Sanya. Miért nem? Mert van nála pár, hogy is mondjam, kompromittáló videó is ki. Mi van? Kiről? Nos, úgy mindenkiről. Na jó, csesz meg, de mondj már konkrétumokat. Rólam úgy kb. Ismert, Gulyásról van egy videó. Igen, rólam... Na, akkor mondd te. Rólam van egy videó, félmeztelenül csíkokat cippantok fel. Ja, igen, olyan rólam is van. Semmilyen hátáról. Micsoda? Na, jó, ilyen nincs. Sapötti, ez igaz? Igen, miniszterelnök úr. De az hagyján. Mi? Mondjátok bár. Hát, rólam videók, képek is vannak. Emlékszik, amit szervezett nekünk miniszterelnök úr csapatépítő bulit 60 pusztán? Igen. Nos, az éjszaka folyamán rendeltünk csippendő fiúkat. Ilyen szosabb, baszki! Ilyet szar nem érhet véget, mi zsobcikám? Elnézést. De hát, Pegasussal leszettünk mindenhonnan minden, mégis ezt hogyan? Ja, igen, hát tudja, a harappetya milyen régi mód is, még kazettás kamerája is, analóg fényképezője van. De jó Isten, és mégis hogy a francba került ez ki? Úgy be volt a ***nek tépe, hogy másnap arra sem emlékeztük ki kivel. Na jó, inkább nem érdekelnek a részletek. Meg. És ennek a Skibidi... Fuzsina? Na, igen, ja, annak a nőnek. Ki a tökön mondta, hogy indítson mozgalmat, hogy befogadják el Novák Kati lemondását? Én voltam az miniszterelnök úr. Aha. Na jó, Zsolti, állj fel. Miniszterelnök úr, kérem, gyere, ne! Gyere ide! Sánya, vigyétek ki innét. Igen, és miniszterelnök úr. Következő lesz gyermekei. Kivárunk. Tony, te addig ezt k***va gyorsan elkezded rendezni, megafonos kórus videót velem, meg a többi csicskámmal mosdatni, reagálni, tagadni. Gyurcsán, Soros, Brüsszel, svéd titkosszolgálat, ukránok. Tele vagyunk tematikákkal, Tónikám. Legyetek kreatívak. Igen, és miniszterelnök úr. Gulyás Geri, te pedig rendkívüli kormányinfot jelentesz be, de egy kibaszott ellenzéki lap sem mehet be, megértetted? Igen, miniszterelnök úr. Ha kell, küld a Kubatov pár kopacst eltorlaszolni a bejáratot. Az infon te mindent tagadsz, Tóni, te is legyél ott, szóval mindent tagadtok, valamit találjátok ki, hogy CIA is, vagy Pressman alvúgynak-e, vagy a faszom tudja ki ez a manus. Semmilyen Zsoltán mi lesz? Hogy vagy? Mi lenne? A hamarosan megjelenő monokriára értem. Ja, hát mit tudom én, vadászból esett, vagy valami ilyesmi. Na mindenki takarodjon kifelé, szarnom kell, meg 10 perc múlva mennem kell Kirgizisztánba kuncsolódni.